első megközelítésben, hogyha arról van szó, hogy egy párkapcsolati témában önbizalom hiány van egy férfinak, hogy bármilyen gyakorlat az életben jó lehet-e rá, akkor én először azt mondanám, hogy ezt egészen pontosan élesben kell gyakorolni. Ehhoz gyakorlat az önbizalom hiányra van. Nagyobb lesz az önbizalmad, hogyha sok sikert érsz el. Az összes ehhoz gyakorlat egy siker folyamatot épít föl. Akár az EOS School bármelyik kategóriában, akár bármelyik azon kívül eső gyakorlatok. Mindegyiknél elindulunk a nullából, egy eredményt hozunk létre. Ez önmagába beépíti az emberbe a sikerélményt. Csak az ember nem így gondolkodik, hiába van meg a képessége valamire. Ő a képesség után, és a képességgel rendelkezve, ő elkezd gondolkozni valami más olyan dolgon, aminek semmi helye nincs ott. Mint például az, hogy ő nem elegendő ehhez a feladathoz, nem elegendő ahhoz az emberhez, nem elegendő bármit is megcsinálni, és ennek különböző magaslatai és mélységei vannak. Ezért a tapasztalatom az, hogy egy dolog a képesség, hogy valaki képes sikerre vinni valamit, egy dolog az, hogy energetizálunk valakit, és megvan a kellő energia, hogy hozzáfogjon valamihez, bármilyen folyamathoz. És egy másik dolog az, hogy konkrétan, ha valamiben ő alulértékeli magát, abban ő magabiztosságban tudjon élni. Ezért olyan szituációkat kell létrehozni, amelyben ő gyakorolja azt a viselkedést, hogy az életben ebben a szituációban mit kell csinálni. Erre én a legjobb módszert a Terecskén, a Black Boxban tudom. Ott tudok olyan szituációkat létrehozni, amely pontosan modellezi a párkapcsolati kommunikációt. Ez most lehet egy első találkozás, lehet a többedik találkozás, lehet bármelyik része. Itt bármilyen szituációt föl lehet építeni, sokszor bele lehet menni ezekbe a szituációkba, és abban kell sikerélménynek születnie. Ami jó utána, hogy együtt vagyunk 5 napig, mondjuk egy szemináriumon, és ebben az 5 napban nem csak a Terecskén dolgoztunk, hanem egyfajta közösség, egy idéglenes közösségben élünk, ahol elmosódnak a határok. Én amit észrevettem ebben a közösségben, azért egymás biztató a társaság, semmiképpen nem visszahúzó. Tehát ezek a legjobb módszerek. Ha nem szemináriumok gondolkozom, hanem bármi másban, akkor is azt mondom, hogyha valakinek párkapcsolatban önbizalom hiánya van, akkor menjen neki sokféle kapcsolatnak és sokféle párkapcsolatnak. Gyakorolnia kell, csak hogy az életben ez nem megy olyan könnyen. Amíg az életben egy-egy esetet meg tud szerezni valaki, eltelhet a kettő között 1/2 év vagy 1 év is. Nincs idő, hogy a szervezet megszokja. Egyre rosszabb lesz a helyzet, főleg, hogyha elhibázza, akkor még kisebb lesz a reménye a következőnél, hogy ő meg tudja oldani ezt a problémát. Itt viszont pár perc múlva ismételhető. Itt folyamatosan kaphat impulzusokat és feladatokat. El lehet magyarázni, hogy mit csinál jól, mit nem csinál jól. Úgyhogy nem olyan gyakorlatot nem igazán tudok mondani, hogy otthon ő melyik gyakorlatot csinálja egyedül, ahhoz, hogy önbizalma legyen, hiszen az önbizalomhoz nem az egyedül lét, hanem pont a társas kihívás szükséges. Pont az a szituáció szükséges, amelyben rosszul érzi magát.
Nézzük meg más szakterületen, mi történik. A párkapcsolati önbizalomnak az egyik nehézsége az az, hogy egy váratlan, vagyis egy olyan szituációba kerülünk, amit várunk, viszont váratlan fordulatokkal teli ez a szituáció. Nem tudjuk, hogy mit mond a másik, mit kell válaszolni, nem lehet rá fölkészülni, van a zsebünkben egy csomó vers, a jobb zseb, fal zsebünkben viccek, a bal zsebünkben egy csokor virág, ami kilóg belőle, és a jobb zsebünkben biztosan, hogy biztos egy vastag bankkártya. Na, fölkészültem a randevúra. Hát a függetlenül nem tudom, hogy mit fog mondani a másik. Nem tudom, hogy mit válaszoljak. Mik lesznek a kulcsszavak, az aranyköpések, ami majd sikerre visz. Tehát nem lehet felkészülni az éles helyzetre. Csak úgy lehet felkészülni, hogyha mindenféle helyzetre felkészültünk. Most a szakmákban, különböző szakmákban előfordulhat ilyen. Ilyen a hadseregnek a különböző szakterületei, ahol fel kell készülni arra, hogy valamilyen akció közben valami váratlan dolog történik, és abban hogy tudja kivágni magát. Ezért modelleznek mindenféle szituációt, és azokban a szituációkban egyszerűen rutint szereznek. Direkt puffogtatnak az emberek számára, de a lovak számára is ágyúkat, puskákat azért, hogy megszokják a hangokat, és amikor majd az élesben ezek vannak, akkor ez megszokott számukra. Tehát évezredek óta a legjobb módszer az, hogy modellezzük azt a szituációt, amelyben erősek akarunk lenni. A párkapcsolatnál is modellezni kell. A legjobban itt lehet modellezni. Ráadásul nem úgy kell, hogy az csak egy-egy szituáció érvényes, hanem univerzális modellt kell építeni, amelyben a szervezet megkapja azt, amire szüksége van majd akkor, amikor egy randevúra megy valaki. Vagy ha már ezen túl van, és már párkapcsolatban él, és ott nincsen önbizalma, akkor ezeket szintén modellezni kell, és szintén meg kell érteni a modelleken keresztül, hogy ő miért ne pozícionálja magát egy párkapcsolatba se föl, se le, hanem csak értse meg a saját szerepét és a saját fontosságát, a saját erejét. Mert ezt hiába magyarázzuk el az embereknek. Ott a szituációban nem tudják érvényesíteni a magyarázatot. Lehet, hogy előtte 2 perccel még elhitték, de a szituációban egyszerűen leblokkol minden. És ezt ki kell kerülni. Egy hidat kell építeni a blokk fölé, hogy mindig át tudjon ívelni rajta, és így tudjon haladni. Az expert-operátor rendszerben a B kategóriás EOSCUL gyakorlatokat javaslom. Tehát a terecskét és a black box technológiát. Ez a legjobb. Ezzel az is megoldható, hogy ő leértékeli magát jelenleg, tehát akkor ez is megoldódik így? Egy része megoldódik, szükséges egy csomó verbális kommunikáció. El kell magyarázni sokszor ugyanazt. Hetedjére hallja és azt mondja, hogy miért nem mondtam eddig el, de már hetedjére mondom. Mire fölfogja az ember, aztán meg kell tudja érteni, helyre kell tudja rakni, és a legfontosabb, hogy az életben kísérletezni kell. Csinálni kell. Össze kell rakni, és akkor egyszer csak megvan. Meg kell értsük, hogy hol a helyünk. És ha megértettük, hol a helyünk, akkor rájövünk, hogy az összes többi nem számít. De ez egy hosszú út, és sosem egyenes, hanem össze-vissza.